Nyaralás alatt én azt gondolom, hogy mindenki szeretné a legjobb formáját hozni, de bizony a nehéz strandételek puffadást okozhatnak. Nyikos Ráhel dietetikus a vendégünk. Jó reggelt! Viszont szerintem elsőként döntsük el azt, hogy most haspuffadástól szenvedünk-e, avagy csak szimplán teleltük magunkat. Hát azért nyaralás alatt valószínű, hogy a leggyakoribb ok a például a rendszertelen étkezés, tehát oda kellene figyelnünk azért, hogy nyaralás alatt is próbáljuk meg legalább a három fő étkezést betartani, ne kapkodva együnk, hanem hagyjunk időt ekkor is az étkezésekre, és ilyenkor gyakori az, hogy vacsorára tolódik a fő étkezés, tehát ilyenkor már a bő, fűszeres, hevített olajba sült ételek, mint például a tejfölös lángos, vagy egy rántott hús sült burgonyával, nem biztos, hogy a legszerencsésebb. Érdemes ilyenkor azért a étterem kínálatából a grillezett, sütőzacskóban sült ételeket, vagy akár a párolt dolgokat kiválasztani, illetve köretként a salátákat. Igen, de hogyha, bocsánat, hogy kim vagyunk egész nap a strandon. Hát akkor a strandon azért elmegyünk a büféig, ott ugye lángost kapunk, giroszt kapunk, kürtös karácsot, vatta cukrot. Tegnap olyan szépen végigvettük. Végig is tudtuk vetni, és hát ugye nagyon sokan szeretik ugye a fagylaltot is. És mi, hogyha valaki egész nap mondjuk csak fagylaltot eszik, az is probléma? Hát mértékkel bármi belefér, de egész nap természetesen nem, tehát pont a cukrozott ételek a másik dolog az olajos, zsíros ételek mellett, amilyen problémát okoz. Próbáljuk meg ennek az egészséges alternatíváját megtalálni. Tehát a cukrozott fánkok, a vatta cukor. Ha együtt elmennénk a strandra, akkor te mondjuk egy kürtös karácsot szerinted mire lehet a strandon kiváltani? Főtt kukoricára maximum szerintem, de ugye az is egy viszonylag esetleg magas... Esetleg vagy gyümölcssalátára, szerintem most már azt is lehet találni, de vannak most már nagyon sok ilyen diétás termékek, akár a fagylaltok között is, csak nagyon érdemes megnézni, hogy mivel helyettesítik be a cukrot például egy fagylaltnál, mert nagyon sok diétás termékben cukoralkoholok jelennek meg, például fruktóz, szorbitol, tagatóz, vagy akár ugye a xilitol is, ami most divatos. Ezek a cukoralkoholok nagyobb mennyiségben elfogyasztva puffaszthatnak, hasi görcsöket okozhatnak, főleg gyerekeknél. Nekem ilyen volt most legutóbb, mikor pont veled voltunk fagyizni, akkor én viszonylag nagy mennyiséget... Hú, voltál te velem fagyizni? A gyerekkel. Ja, mikor igen. Ugye emlékszem, amikor elmentünk a gyerkőcökkel fagyizni, és viszonylag nagy mennyiséget, a 8-10 gombócot ettem, és olyan hasgörcsöm lett, az mitől volt? Az melyik anyagtól volt? Attól függ, milyen fagylaltot választott. Egy cukormentest választottam természetesen, de valami, hogy a pótolva volt maga az ízvilág. Hát meg kell ilyenkor kérdezni esetleg, milyen édesítővel készült. Én a stíviában bíznék. Jó esetben tudják. Kismamáknak, gyerekeknek is bátran merem a stíviást ajánlani, mert ez egy teljesen természetes édesítő, aminek nincsen puffasztó hatása, úgy, mint mondjuk egy nyírfa cukros fagylaltnak. Tehát, ha édesítőről beszélünk, akkor inkább stíviát válasszunk. Igen, így van, tehát ezt még mondjuk egyes típusú gyerekcukorbeteg gyerekeknek is nyugodtan adhatjuk. Igen, én azt gondolom, hogy egyébként, hogyha visszatérünk mondjuk magára a gyümölcsökre, hogy a gyümölcs is, úgy mondjuk, hogy túl sok gyümölcsöt fogyasztunk, az is egyfajta elhízást eredményezhet. Hát igen, a gyümölcscukor sokszor emésztési zavarokat is okozhat, hogyha nagy mennyiségbe fogyasztjuk. Tehát a gyümölcsöket én soha nem az étkezés után, egy nehezebben emészthető húsétel után enném, hanem legalább egy órával az étkezés előtt, 10 óraira, vagy akár uzsonnára, tehát egyszerre maximum egy 15-20 dekás adagba. Például dinnyéből, ami elég magas cukortartalom, egy kis tálkányit. Hát volna érdemes egyszer elfogyasztani, hogyha érezzük, hogy nehezebben emésztjük ezt a gyümölcscukrot. Ez egyénfüggő egyébként. Mindegyik dinnyéről? A sárga dinnyében még több a cukor, tehát, de egyébként minden dinnyéről. A legkevesebb cukor egyébként a bogyósokban van. Ugye a most azért vannak ilyen divatos például betegségek, laktózérzékenység. Hát ételintoleranciák. Hát így is nevezhetjük, igen. Akkor nekik mondjuk a strandon hogyan tudunk segíteni? Mi az, amit választhatnak? Vagy hát, mire kell, hogy odafigyeljenek? Fel kell készülni, ugye? Tehát, hogy inkább aki tudja magáról, hogy ezekkel a problémákkal küzd, az már úgy menjen ki a strandra, hogy a kis pakjában ott van. Szakemberként mit mondasz? Van olyan, hogy valaki valójában laktózérzékeny, vagy azzá válik? Lehet valakinek születetten laktózérzékenysége, de egyébként a magyar lakosság jó része felnőtt korára az valamilyen módon érzékeny a tejcukorra, lehet ez csak egy puffadás, de lehet akár hasmenés is. Ha ezt valaki tudja magáról, akkor érdemes laktáscseppet vagy tablettát magával vinni, de most már hála Istennek nagyon sok étteremnek van a kínálatában laktózmentes menü, vagy a boltokban is kaphatunk laktózmentes tejeket, termékeket. Viszont a növényi tej is például egy jó alternatíva, natúr, cukrozatlan mandulatej, kókusztej. Szerintem ez is most már egy jobb étterem kínálatában ott van mondjuk egy ségnél. Igen, csak még mindig olyan borsos ára van, hogy szinte ez igaz, tehát azért a legjobb, hogyha valamilyen
enzimmel, laktáscseppel, laktóz tablettával. És hogyha egyáltalán nem fogyasztunk mondjuk tejterméket, az is egy megoldás? Ez is egy megoldás, de azért ilyenkor, hogyha teljesen kivonjuk az étrendünkből a kálciumot, D-vitamint valamilyen módon pótolni érdemes hosszú távon. Ha tejfehér érzékenység is van, tehát nem csak divatból, hanem tényleg orvosi oka van, akkor ilyenkor szoktunk javasolni rendszeresen például D3 vitamint. Szokták mondani, hogy ha valaki laktózmentes termékeket kezd el fogyasztani, akkor gyakorlatilag egyenes utat biztosít a cukorbetegségnek, ez igaz? Igen, ezek a laktózmentes termékekben bontják a tejcukrot, és gyorsabban felszívódóvá válik ez a bontott tejcukor, hirtelen megemelheti a vércukrot, ezért mondtam itt a növényi tejeket, de abból is vigyázzunk, mert a szója alapú növényi tej viszont erősen puffasztó lehet. Tehát ott is azért mondom, hogy ne a szójás terméket választ. Gluténérzékenység? Arra mi a megoldás? Hát a cöliákiát érdemes először igazoltatni, orvosilag kivizsgáltatni, tehát csak divatból kihagyni a glutént az étrendből azért nem érdemes, viszont ebben az esetben teljesen el kell hagyni az allergént, még olyan terméket sem ajánlunk fogyasztani, amiben nyomokban glutén van, hogyha valóban cöliákiás valaki, de most már erre is készülnek szerintem az éttermek. Ha nem, akkor pedig választjuk ki a zöldségköreteket, a halakat, tehát amiben biztos, hogy nem szerepel gluténtartalom. A laktóz és a gluténérzékenység a vérből mutatható ki, ugye, illetőleg talán a laktóznál kell egy speciális vizsgálatot csinálni, amikor... A laktózérzékenységnél egy hidrogén kilégzéses tesztet csinálnak, igen, ugye gasztroenterológián, a glutén pedig első körben vérből, ha az eredmény pozitív, akkor egy biopsziát is szoktak végezni, hogy valóban lássák, hogy a bélbolyhok mennyire vannak ellaposodva, mennyire van gyulladásba. Ha kivonjuk az allergént, akkor regenerálódik a bél, tehát ez igazából diétával kezelhető. Köszönjük szépen, és mondjuk a nézőknek, hogy szakértőket hívhatják az adás végig a 30-as 515-93-92-es telefonszám, úgyhogy mindenki bátran kérdezze, hogy a lángost mivel öblítse le itt a strandon. Köszönjük szépen, köszönjük. És a műsor végén visszavárjuk.